Köszöntöm az esti mérleg valamennyi nézőit. Az imént a Fehér keresztény Európa propaganda filmjéből láthattak részleteket, legalábbis ezt fogalmazta meg az EKF pályázatáról döntő, hát nevezzük szakértő testületnek. Erről beszélgetünk stúdiónk vendégével, Cserpalkovics Andrással. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, bár most azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy én örültem volna legjobban, ha ebben a témában így nem kell megszólalni, mert nem történik meg az, ami az elmúlt egy-két napban megtörtént ebben az ügyben. Az imént ezeket a képsorokat, hogy elnéztem, akkor azt gondolom, hogy nekem és még talán 38 ezer embernek az jutott eszébe, hogy ez egy ilyen nagyon klassz, pörgős városi életet, a szeretett városunkat bemutató film. Én eddig ezt gondoltam, szerintem ön is. Igen, és én azt gondoltam, hogy maga az Európa Kulturális Főváros pályázat is egy olyan pályázat, aminek pont az az egyik feladata, hogy úgy erősíti az európai közösséget, hogy bemutatja a jó gyakorlatokat, bemutatja, hogy milyen sokszínű ez a kulturális tér, amit Európának nevezünk, hogy vannak közös értékeink, és kinek-kinek megvannak azok a sajátosságai, amire büszke és büszkén mutatja. Ezek egymásra épülnek, és ez az az Európa, amit mi szeretünk, és ami miatt büszkén mondjuk, valljuk magunkat európai polgárnak, és ehhez én azt gondoltam eddig, hogy az emberek, a mosolya, a gyermekek, a fiatalok, azok hozzátartoznak. Ezt a filmet, a Tele élettel filmet, ugye évekkel ezelőtt készítettünk, ezt valóban több mint 38 ezeren látták, eddig csak pozitív visszajelzés jött a YouTube-on, és rengeteg helyen leadtuk mind egy kicsit ilyen városimázs filmet, és mindenhol azt mondták, hogy gyönyörű, nagyon, nagyon kedves, kellemes hangulata van, és azért gondoltuk azt, hogy a prezentáció keretében, amiben bemutatjuk székesfehérvári pályázatot, az úgymond szakértői bizottság előtt, ezt kicsit hangulatát tekintve ezt a filmet szeretnénk bemutatni. Őszintén szólva az a több mint egy órás kérdés felelek, ami ott aztán kialakult, és aminek ez a bizony zsominózus mondat is része volt, az a teljes megdöbbenéssel ért bennünket. Őszintén én már sok mindent megéltem, nyilván az ember közélettel foglalkozik, egy várost irányít, vezet csapatkapitányként, akkor sok mindennel találkozott, de én még életemben ilyen rosszul nem éreztem magamat, mint ennek a bizottságnak ezen a másfél órás ülésén. Ennél ellenségesebb helyen, támadóbb hangvétellel, lenézőbb hangvétellel én még nem találkoztam. Tehát európai stílustól egészen biztos, hogy nagyon-nagyon messze állt, és valóban erről a filmről azt fogalmazták meg, hogy gyakorlatilag így túl sok a mosolygós fehér ember és a kereszt, és hol vannak ezek ebből a filmből a szegények és a migránsok, és hogy nem hiszik el, hogy Székesfehérvár ilyen jó hangulatú hely, de egyébként is az Európa jelentős részéhez ezen értékek okán nem szól. Én pedig azt gondolom, hogy ezek igenis alapvető európai értékek. Gondolom megdöbbent, hiszen hogyha az ember egy szakmai bizottság elé készül, akkor szakmai anyaggal készül, és nem politikai vagy aktuál politikai ideológiai kérdésekre számít. Hát már annál is inkább, mert maga a pályázat sem volt az, hiszen ez egy nagyon-nagyon-nagyon széles társadalmi támogatottsággal dőlt el, hogy beadjuk ezt a pályázatot, és maga a pályázat is. Hát elég csak annyit mondani, hogy a város közgyűlése, de a megyei közgyűlésre is ez igaz, pártállástól függetlenül egyhangulag támogatta ezt a pályázatot. Tehát ez nem a Fidesz pályázata volt, vagy a MSZP, vagy a Jobbik pályázata volt, ez Fehérvár pályázata volt. Rengeteg civil szervezettel, kulturális szervezettel, akik javaslatokat tettek, az intézményekkel, akik ugyanezt megtették. Volt egy szakmai előkészítő bizottság komoly emberekkel, Fehérváron dolgozó emberekkel, de szándékosan ügyeltünk rá, hogy ne csak fehérvári emberek legyenek benne, jöttek az ország különböző részeiről, kulturális területen, azon nagyon komoly tudással, háttérrel, szakmai múlttal rendelkező emberek. Hosszú-hosszú hónapokon keresztül dolgoztunk ezen a pályázaton. Mi örültünk, hogy rendhagyó módon most nem csak a pályázat alapján döntenek, hanem lesz majd egy meghallgatás, ahol lehet prezentálni ezt a pályázati anyagot, és kérdésekre lehet válaszolni, és azt rá kellett jönnünk, hogy teljesen mindegy volt a pályázat, teljesen mindegy volt a prezentáció, ezek az emberek, vagy azoknak az a része legalábbis, aki megszólalt, az mintha valami politikai, ideológiai feladattal érkezett volna Magyarországra. Szeretném hangsúlyozni rá, de hogy ez nem csak a mi esetünkben volt így, hanem a városok döntő többsége esetében. Mondhatnám, hogy a belvárosban sok a templom és sok a kereszt, ott mindenki megkapta ugyanezeket az ideológiai töltetű
támadásokat. Én azt gondolom, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázat, mozgalom, ami az annak idején elindult, nem ezért indították el azok a valóban Európáért felelősséget vállaló emberek, akik annak idején ezt megálmodták. Nekem nagyon-nagyon szomorú, és azt gondolom, hogy egy örök negatív élmény marad ez a másfél óra. Azzal együtt, hogy maga a pályázat, úgy gondolom, hogy számos elemében akkor is meg fog valósulni, hogyha nem mi leszünk Európa Kulturális Fővárosa. Hozzátéve, hogy a továbbjutó három város, Győr, Veszprém és Debrecen, azt gondolom, hogy három nagyon szép és nagyon komoly vidéki város. Én gratulálok nekik ezúton is. Nagyon jóba vagyunk az ottani városvezetőkkel. Számtalanszor megfordultunk egymás városába, akár kulturális eseményeken is. Én gondolom, hogy bármelyikük is lesz Európa Kulturális Fővárosa, az ezt megérdemli. Tehát itt nem erről a versenyről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy maga ez a meghallgatás nem csak Fehérvár, hanem a többi város vonatkozásában is szerintem megengedhetetlen és kifejezetten nem európai stílusú volt. Lesz ennek folytatása? Úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen folytatása, és azért is érdekes az egész kérdés, ez a meghallgatás tegnap volt, két napon keresztül zajlott, első nap volt a városok egyik része, második nap volt a városok másik része. A mai sajtótájékoztatón, ahol a bizottság elnöke, egy uniós delegált hölgy erről beszámolt, ő a kultúra olimpiájáról beszélt, mosolyogva, és úgy beszélt erről az egész meghallgatásról, mint valami kulturális csodáról. Hát én inkább egy a kultúránkat kivégeznő, szándékozó osztagot láttam, megmondom őszintén ebben a bizottságban. Még egyszer azokban a kb. A bizottság fele 5-6 fő volt az, aki megszólalt. Én számomra megdöbbentő volt. Az is, hogy érdemi szakmai kérdések nem merültek föl. Nem beszéltünk kulturális tartalomról, nem beszéltünk fenntarthatóságról, nem beszéltünk környezetvédelmi kérdésekről, ami szerintem elválaszthatatlan egy ilyen pályázattól. Nem beszéltünk pénzügyi, gazdasági kérdésekről, magyarul, hogy a város ezt mitől és hogyan fogja megvalósítani. Nem beszéltünk alapvetően olyan kulturális értékekről, amik összekötnek bennünket, hanem olyan szólamok hangoztak el, amik igazán megfoghatatlanok. És mi tegnap este már egyébként nyilvánosságra hoztuk ezért a saját pályázatunkon túl, ami ugye már hónapok óta nyilvános, magát a prezentációt is, amit előadtunk, azzal a két kis filmmel, köztük a Tele élettel egy picit átdolgozott filmével, amit a fehérváriak már ismerhetnek, és mi nem véletlenül azt kértük, hogy szeretnénk, ha nyilvánosságra kerülne ez a másfél óra. Tehát ha erről készült hangfelvétel vagy jegyzőkönyv, akkor szerintem egy demokráciában, Európa egyik legfontosabb értékéről beszélünk, ezek a úgymond szakemberek vagy politikai delegáltak, ezek folyamatosan a demokráciáról beszéltek. Hát a demokrácia, akkor szerintem annak alapja, hogy a nyilvánosság teljes legyen, teljes körül legyen, úgyhogy mi kezdeményeztük és kezdeményezzük, hogy ez az egész másfél óra kerüljön a nyilvánosság elé. Mi nagyon szívesen vagyunk utána egy nyílt vitának is egyébként alanyai, hogy akkor hogy is történt ez az egész vita, és döntsék el az emberek, hogy az Európáról szólt-e, európai értékekről szólt-e, vagy egy ország és azon belül városok és az ott élő embereknek a megbélyegzéséről. Azért, mert mi merünk mosolyogni, van véleményünk, van értékünk, büszkék vagyunk a múltunkra, de közben adott esetben egy jövőt építünk. És ezért mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk ezt a kérdést a közgyűlés elé vinni. Én ugyanúgy úgy illő, hogy a delegációt vezető polgármester az erről tájékoztatja a közgyűlést. Szakemberek is voltak ebbe a delegációba, tehát nem csak politikai szereplők, nem csak közéleti szereplők, civil emberek is voltak, színházi szakemberek is, turisztikai szakemberek is voltak, és úgy gondoltuk sen, hogy fontos, hogy erről tájékoztassuk a közgyűlést, és szeretném elérni, hogy ahogy egyhangulag támogatta mindenki magát a pályázatot, hogy egyhangulag támogassa azt, hogy ítéljük el ezt a stílust, mondjuk azt, hogy ezt a várost is, ennek polgárait nem lehet megalázni, azért, mert valaki Belgiumból ideérkezik pár órára, úgyhogy életében nem járt Székesfehérváron, vagy Győrben, vagy Veszprémben, vagy Debrecenben, vagy Ödölön, de komplett véleménye van rólunk. Én úgy gondolom, hogy ez se nem befogadás, se nem sokszínűség, se nem a másik elfogadása. Márpedig ezek kiemelkedő európai értékek, igenis, nekünk ezeket meg kell védeni. Nem az a baj, hogy bizonyos kérdésekről más a véleményünk, hanem az a baj, amikor kinyilatkoztatásokkal, tartalom nélküli válaszkodásokkal gyakorlatilag megtámadnak városokat és ott élő embereket. Tehát mondjuk a legtöbb magyar városnak a belvárosa az tele van keresztelés templommal. Igen, itt ugye most egy olyan stúdióban vagyunk, ahol nagyon-nagyon szép képek vesznek bennünket körül. Itt előbb
gyorsan körbenéztem, hogy hány keresztet látok, hát 8-10-nél állt meg a számolás. Ezek a fotók készültek a városról. Volt olyan város, amelyik azt kapta meg, hogy hát ez gyakorlatilag nem is város, hanem szinte egyházi pályázat, mert hát a drónfelvételeken az látszik, hogy templomok vannak a belvárosban. Hát igen, ez a magyar városokban templomok vannak a belvárosban, ezeknek van hitéleti közösség szervező ereje is, de van kulturális értéke is. Hát, ha elmegyünk valahova, ott van egy dóm, akkor abban a dómban mi besétálunk, körbenézünk. Akkor is, ha hívő emberek vagyunk, akkor is, ha nem vagyunk hívő emberek, mindenképpen ez a kulturális gyökereinknek a része, a jelen épített környezetének csodája, maguk az épületek, a benne található freskókkal, festményekkel, szobrokkal együtt. Ugyanúgy, hogyha valahol a világ másik végén vagyunk, akkor természetesen az ahhoz a kultúrkörhöz tartozó, vagy éppen valláshoz tartozó épületekbe is bemegyünk, és ugyanúgy adott esetben megcsodáljuk. Tehát ebbe úgymond belekötni, és sokalni a kereszt számot egy filmbe, vagy a filmben keresztül magába a városba, hát én úgy gondolom, hogy hát a badarság az a legenyhébb kifejezés, amit lehet mondani, de mindenképpen elkeserítő, szomorú, megalázó, és azt gondolom, hogy elgondolkodtatja az embert, de én hiszek abban, hogy a magyar emberek többsége, vagy a közép-európai emberek többsége biztos, hogy nem így gondolkodik. Tehát kaptunk meg olyat bizottsági tagtól, hogy a mi koncepciónkban fölvázoltuk, hogy Európa mondjuk úgy, hogy ideológiai alapja az a görög, a római és a keresztény zsidó kultúrkörből táplálkozik. És ez ebben volt? Szerintem ez az egyszer egy, tehát nincs az a magyar kisdiák, akár már általános iskolába, vagy lányleg középiskolába, aki erről ne tanulna. És ezt megkérdőjelezték, hogy hát ez ma már nincs így, mert ahonnan ő jött, ott már a 40%-át az embereknek ezzel nem tudná megszólítani. Tehát olyan megdöbbentő dolgok hangoztak el, amelyek abszolút túlmutatnak ezen az egész pályázaton, magán a városokon. Bizony azt gondolom, hogy sok mindent elmondanak ma Európa állapotáról, de amikor én kinézek a Városházáról és látom az országalmát, akkor úgy gondolom, hogy egy olyan szimbólumot látok, amit a fehérváriak szeretnek, amit a fehérváriak tisztelnek, amit közösségi térként sokszor megközelítenek, körbeülnek, körbe sétálnak, ahol a gyermekek odaszaladnak. Tehát ami mi vagyunk Székesfehérváron. Azt elvárják tőlünk, hogy akkor lehetünk egy ilyen pályázaton sikeresek, hogyha ezektől az értékektől megszabadulunk, úgymond, akkor azt gondolom, hogy el kell gondolkodni, hogy érdemes ezeken a pályázatokon egyaránt indulni. Viszont biztos, hogy nem érdemes ezt a pályázatot kidobni, mert nagyon nagy szellemi munka van benne, rengeteg szakember, civil szervezet, közösség részéről. Úgyhogy előre is mondtuk, hogy akár nyer ez a pályázat, akár nem nyer, szeretnénk ezt mondjuk úgy, hogy elemeiben legalább megvalósítani mindenképpen. Úgy gondolom, hogy a következő hetek, hónapok nagy kérdése, hogy ugyanezekkel a szakemberekkel végig gondolva a közgyűlés elé vigyünk majd egy olyan anyagot is, amivel meghatározzuk, hogy mi az, ami az LKF pályázaton belül akkor is megvalósul, hogyha nem mi leszünk Európa kulturális fővárosa. Hozzátéve, hogy eleve forrás tekintetében nem az Unió biztosítja a forrást az LKF-ek városoknak a fejlődéséhez. Alig pár száz millió forint jár annak az egy városnak, aki Európa kulturális fővárosa adott esztendőben egy ország erejéből. Mi itt ennél jóval, de jóval nagyobb fejlesztésekbe és sokkal, de sokkal több rendezvényben, programban gondolkodtunk, és ezeket azt gondolom, hogy megvalósítjuk mi ezen európai támogatás nélkül is. Ez egy fontos cím, én hiszek abba, hogy ez mozgalomként nagyon erős, és hiszek abba, hogy lehetőség mellett ez felelősséget is ró arra a városra, aki Európa kulturális fővárosa. Úgy látom, hogy pont azért, hogy az értékeit megőrizze, úgyhogy ez nagy kihívás lesz azon magyar város számára, aki végül ezt a megtisztelő címet megkapja. Ugye a folyamat tekintetében most a miniszternek van lehetősége jóváhagyni vagy megváltoztatni ennek a idézőjelbe szakértői testületnek a javaslatait, és utána pedig, akik tovább jutnak a második körbe, azoknak egy fél évük van, hogy az adott pályázatokat áttekintsék. Számomra az volt riasztó, hogy egyértelműen az volt az üzenet, hogy teljesen mindegy, hogy ki jut tovább, ezen szemszög alapján az lenne az elvárás ezen európai szakértők részéről, hogy alakítsa át a pályázatot.
pályázatát. És úgy gondolom, hogy én egyik várost és annak városvezetőit sem úgy ismerem, hogy a saját értékeiről lemondana. Úgyhogy ez még azt gondolom egy érdekes kérdés lesz ezen városok és az európai bürokrácia között. De mi még egyszer ennek a pályázatnak egy jelentős részét így is úgy is meg fogjuk valósítani, és mondjuk utána ezt a belga szocialista politikust, aki politikusként szakértőként, a politikusként szakértőnek volt szakértő, én ezt mindig érdeklődéssel hallgatom, majd meghívjuk, nyilván nem fogja akkor sem fölkeresni Székesfehérvárt, hogy megmutassuk neki, hogy mit alkottunk nélkülük, de érdekükben. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, én pedig mindenkinek köszönöm, aki ezt a pályázatot, annak megalkotását támogatta, és én kérem, hogy továbbra is az országban már tekintsük egy kiemelkedően fontos közösségi erőnek és szimbólumunknak. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, kellemes időtöltést!